Hát ez már igazi siker. Köszönöm szépen. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntelek benneteket, kedves barátaim. Itt a Tolnai Klári Emlékházban, ezen a mai ünnepen. Én azt gondolom, hogy az elsődleges ünnep az az, hogy ez a csodálatos emlékház létezik, hogy van, hogy ilyen csodálatos, és hogy ennyit fejlődött az elmúlt 17 évben. A második ünnepi momentum szerintem az, hogy itt lehetünk. Hogy itt lehetünk együtt, hogy egészségben lehetünk együtt, adja a Jóisten, és azt is, hogy még sokáig találkozhassunk ki évről évre. Kérem, hogy ne vegyék, vagy ne vegyétek tiszteletlenségnek, hogy egy sapka van rajtam, egy banális baleset ért néhány nappal ezelőtt, és a fejemen égtelenkedő kötést szerettem volna elleplezni ezzel a sapkával, úgyhogy ennyi az oka, nem egyéb modoroskodás. Számomra nagyon megtisztelő az, hogy itt állhatok ezen a mai napon is. Különösképpen azért, mert Balla István barátom hívott meg az idei esztendőben is, és tulajdonképpen néhány évvel azután, hogy elindult ez a nagyszerű kezdeményezés, én már itt lehettem, magamba szívhattam azt a levegőt, azt a fantasztikus pezsgést, ami itt az emlékházban van és létezik, és megismerhettem azokat a lelkes barátainkat, akiknek jó voltából a Tolnai Klári díjakat is átadhatjuk most már évről évre. Úgyhogy én személy szerint is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és őszintén mondom, hogy hálát adok a jó Istennek ezért a lehetőségért is. 17 éve nyitotta meg kapuit a Tolnai Klári Emlékháza nagy közönség előtt. És akkor 2000-ben, amikor Mádl Ferenc köztársasági elnök úr feladta a múzeumot, tulajdonképpen nehéz lett volna, vagy talán lehetetlen volt pontosan előrelátni ezt a mai örömteli napot. Az emlékház megálmodója Balla István bőrész iparművész, a Tolnai Klári alapítvány elnöke. Ő hozta életre, és ő hívta életre, a Magyar Színházi Élet királynőjének 80. születésnapjára ezt az életmű kiállítást, amely a jelenlegi tárlatnak az alapját is megadta. A művészé válás és a művészetteremtés folyamatát több mint 300 fénykép feltétel rögzíti. A kiállított színpadi ruhák között szerepel Blanche pongyolája, Nóra és Maud kosztümje is például. A gazdag életpálya során kapott sok-sok elismerés közül a két Kossuth díj és az érdemes, valamint a kiváló művész kitüntetések, valamint a középkereszt láthatók itt. Ezek a tárgyak mind-mind mesélnek. Mesélnek az életről, a királynőségről, és mesélnek az igaz reménnyel és hittel betöltött emberségről is. A gyűjtemény az évek során egyre bővült. Különösen becses ajándéktárként érkezett a család régi kedves zongorája, amely azóta gyakran megszólal különböző rendezvényeken. Szinte él. Ez a közel 140 éves hangszer, amikor hozzáér bármely neves művész keze. Átvészelve a zord időket, amikor sok-sok író, költő emlékét őrző otthonok falai egyszerűen összedőltek, akkor a Tolnai Klári Emlékház mohorán filléres jegyárakból, honszerető polgárok adományából és Balla István emlékkertész álhatatosságából áll, sőt évről évre gyarapszik. Immár 17 esztendeje. Nagyon fontos megemlíteni egyébként a Tolnai Klári Kulturális és Művészeti Egyesület munkáját, mely a legendás színésznő emlékének méltó ápolását, valamint művészeti és kulturális programok szervezését tűzte ki célul. Tolnai Klári születésének 100. évfordulóján elérkezettnek látta az időt az Egyesület arra, hogy a Tolnai Klári Kulturális Díj után a Tolnai Klári Művészeti Díjat is megalapítsa. A díjazott művészek jelöléséről a Tolnai Klári díj kuratóriuma döntött. Ma tehát, hölgyeim és uraim, ünnepelünk. És mielőtt elkezdenénk a díjátadó ceremóniát, szeretném felkérni Kis Imréné Icus goblen művészt, hogy fáradjon a színpadra, és avassa fel az általa készített Tolnai Klári goblen portrét, amit az emlékháznak ajándékoz, valamint felkérem Balla Bencét, a Tolnai Klári Kulturális és Művészeti Egyesület képviselőjét, hogy vegye át az alkotást, és most megkérem őket, hogy mondják el köszöntőjüket is. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves vendéget, és szeretnék bemutatkozni. Kis Imréné vagyok Hosszúpályból, az Életfa Művészeti Egyesület egyik alapító tagja,
az Egyesület körülbelül 6 évet tud maga mögött, de alapelvünk az változatlan, összegyűjteni, csoportba szedni olyan alkotásokat, amelyek alkotókról tanúskodnak, művészekről, és olyan értéktárgyakról, amelyek összekötik a mai fiatalsággal, a jelenkorral, a múltat a jelennel, tehát őrzik népünk kultúráját. Ennyit körülbelül az Egyesületről. Ezek között, a kincsek között, értékek között foglalt helyet, vagy inkább úgy mondom, hogy talált helyet a gobelin készítés is. És a gobelin képek segítségével sikerült egy olyan hidat építenünk, amely összeköt bennünket különböző településekkel, kisebb-nagyobb városokkal. Külön köszönet Balla István, Igor művész úrnak, hogy rátalált erre a hídra, és így szerencsésen találkoztunk. Neki köszönhetően jutottunk el ide Mohorára, a művésznő szavaival élve ide a Békeszigetére. Mit nem mondjak, valóban a Békeszigete. Ebbe a környezetbe simuló kis épületbe, mikor először ide beléptem, csak álltam, és egyszerűen nem tudtam szóhoz jutni. Egyik jelmezről a másikra, egyik fotóról a másikra siklott a tekintetem, és millió kérdés fogalmazódott meg bennem, Istenem, mennyi arc, mennyi személyiség, és ez mind egyetlen emberhez köthető, a mi színész, nagy művésznőnkhöz, Tornai Klárihoz. Olyan nagyon nem tudok mondani most sem, azóta is él bennem a gondolat, az ötlet, ami akkor megszületett, hogy készítene kellene egy gobelin portrét. Ezt hál' Istennek sikerült megvalósítani, és én ezt a képet úgy gondoltam, hogy erősít az emlékek továbbőrzésébe, és hogy sokan azonosulni fognak ezzel a gondolattal a jövő nemzedék táborából is. Én ennyit szerettem volna önökkel röviden megosztani. Köszönöm szépen a lehetőséget, és átadományoznám akkor, vagyis átadnám ezt a képet a Tornai Emlékháznak. A Tornai Klári Emlékház nevében köszönjük szépen a adományt, és azt, hogy az ezerarcú művésznő Tornai Klárinak a szellemisége megihlette Kis Imréné Icust. Köszönjük szépen! Tolnai Kláriról tudjuk, hogy szinte halála pillanatáig színpadon volt. Ismerte Vörös Sándor bölcsességét, amely szerint egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Nos, Tolnai Klári ezen a létrán, mert szembe kacagta a biológia törvényét, az idősödést, a csillagokig jutott. Ezért talán joggal gondolhatjuk azt, hogy el is nyerte égi jutalmát. Azt viszont teljes bizonyossággal tudhatjuk, hogy a földi babérkoszorúkban nem szenvedett hiányt. Ha itt most körbe pillantunk, akkor láthatunk egy takaros emlékházat, a szobákban Tolnai Klári becses relikviáit szemlélhetjük meg, gyönyörű jelmezek, cipellők, nagy szerepekre mutató színlapok, színes csecsebecsék, az idő fogságába esett arc és szerepképek. És hogy a fenkölt szavakhoz hadd mondjak valami egészen prózait, amikor bejöttünk, akkor Pásztor Erzsinek az volt az első mondata, hogy Úristen, Klárika ezeket mind össze tudta lopni a színházból. És valójában nem ez történt, tehát ez nem az ő munkásságának az eredménye, hanem a lelkes követőké és Balla Pista barátunké, meg a többieké. De hát valóban megkapó az a fantasztikus tömegű emlékkép, ami megtalálható, meg hát maguk a relikviák is. És ennél talán sokkal fontosabb az az emlékház, ahogyan István barátom fogalmazott, ami bennünk él. És mi színészek azt szoktuk mondani, hogy
hogy nem szeretjük azt, hogy nem szeretnénk, hogyha a színház valaha is emlékház lenne, vagy múzeum lenne, hanem nagyon is az élő művészetnek a terepe, a mindennapi találkozásoknak a terepe. Úgyhogy itt ez a kettő ötvöződik, mert tele vagyunk emlékképekkel, emléktárgyakkal, kézzelfogható relikviákkal, és közben azt gondolom, hogy mind-mind különböző módon tele vagyunk a személyes emlékekkel. Van, aki csak nézőként, van, aki pályatársként, kollégaként, barátként, és a pálya során eltöltött évek alatt megélt sok-sok egészen különleges élménnyel gazdagon. Amikor Varholik Zoltán újságíró 1991-ben Tolnai Klári otthonában készített interjút a művésznővel, akkor roppant imponált neki a lakásnak a nemes egyszerűsége. És amikor feltette azt a kérdést a művésznőnek, hogy ebben a házban melyik az a szoba, melyik az a rész, ami a legközelebb áll az ő szívéhez, akkor Tolnai Klári így válaszolt. A konyhában érzem legjobban magamat. Ugye most meglepődött. Nem hagyományos konyha ez. Úgy is mondhatnám, hogy lakáskonyha. Be van rendezve, mivel hogyha főzök, innen nem tudok kimozdulni. Különben minden odaég, odasül. Itt van kéznél a passziánsz kártya és a keresztrejtvények is. A konyha ablakában és teraszán pedig bebelógnak a falombok. Néha még be is téved egy rigó, esetleg egy gerle. Így egy kicsit megint előttem van mohora, ami számomra a legfontosabb. A gerlék tehát, amik bebejöttek néha a szobába, a szelídség, a szépség, a szerelem, a szeretet és az egyszerű nemesség, a lélek madarai. A gerlék béke hordozók és hírvívők. A gerlék tehát Tolnai Klári legkedvesebb madarai. Most pedig eljött az ideje annak, hogy a díjazottak kezükbe vehessék Tolnai Klári újabb ajándékát, amelyet ugyan kitüntetésnek nevezünk, mégis ez a nevezet talán nem teljezi ki az adomány valódi értékét. A díjak Mire Ibolya, Török Szent Miklósi keramikus művész alkotásai, és önök most megpillanthatják Tolnai Klári lélek gerléit. Következzék tehát a Tolnai Klári művészeti díj kitüntetettjeinek színpadra szólítása. Hölgyeim és uraim! A Tolnai Klári emlékházban az Egyesület elnöksége kinyilvánítja, hogy az arra méltó Bence Ilona részére a színház és filmművészet szolgálatában nyújtott magas színvonalú és odaadó munkásságáért a Tolnai Klári díjat adományozza. Megkérem tehát Bence Ilonát, hogy fáradjon a színpadra. És egyben felkérem Pásztor Erzsi színművész és Balla István, a Tolnai Klári Alapítvány elnökét, hogy adják át a Tolnai Klári díjat, valamint megkérem Pásztor Erzsi művésznőt, hogy mondja el köszöntőjét, illetve utána természetesen átadjuk a szót Bence Ilonának néhány személyes mondat elejé. Erzsike, kérlek szépen! Zavarban vagyok, mert nem számítottam erre, de az igazság az, hogy örök most csodálkoznak, hogy mit keresek én. Ugye? Ez most úgy néz ki, mintha előzőleg én kaptam volna egy ilyen díjat, de nem kaptam. De ez nem szedne anyám. Gondolom, színésznő vagyok, aki még talpon van. Aki találtad. Úgy érez, hogy én átadhatom. Ráadásul nagyon sokat játszottunk együtt Bence Ilonával, csak egy ilyen icipici rövidet mondanék, mert hiszen dics himnuszokat most nem szegünk, mert önök tudják, hogy milyen remek színészekről beszélünk. Mi együtt játszottunk éppen egy darabot, amikor hát lapátra kerültünk, nem egyszerre, ő előbb, én akkor még büszkén tartottam magam, nem tudtam, hogy mindjárt sorra kerülök én. És nagyon szomorú volt, sok évvel ezelőtt volt ez, 30-40 éve, új igazgató jött a színházhoz, nagyon el volt keseredve, zokogott, sírt, és én azt mondtam, ne sírj, mert az élet olyan fantasztikus dolgokat produkál, majd meglátod. Mint az Úristen, két nap múlva a színésznő az egyik elvonult, premier előtt egy nappal, és Bence Ilonka beugrott egy csodálatos szerepben, egy főszerepben, egy Molnár Ferenc darabba, és remekelt. Írtam a kártyát, hogy mit mondtam.
De ez nem volt még elég, rá egy hétre Psota Irén beteg lett. És akkor a Herzbe, doktor Herzbe ugrott be, ahol nem volt elég az, hogy ő szerepel, hanem még énekelt is. Na most azóta is a Madách Színházban van. Hát ennyit a fölmondásról. És akkor örömmel veszem, hogy én adhatom át ezt ennek az elküldött színésznőnek. Igen. Nagyon szépen köszönöm Erzsének is, köszönöm szépen a megemlékezést. Én már szinte ezt el is felejtettem. Én a mai napon inkább arra emlékszem, hogy amikor betettem a lábam a Madách Színházba, az első darabba, amiben egyetlen mondatom volt, hogy anyám vigasztalódj, ez a harmadik Richárd volt főiskolás koromban, akkor az édesanyám Tornai Klári volt. Egy év múlva beugrottam, szintén én egy ilyen beugró színésznő voltam egy darabig, minden darabban mindenki helyet beugrottam. Egy év múlva megkaptam a Sosem Lehet Tudni Glória szerepét, ahol szintén Klári volt az édesanyám. Majd egy év múlva kaptam már saját jogon, végzős színésznőként egy végzős főiskolásként, kezdő színésznőként egy gyönyörű szerepet a Molnár Ferenc Hattyúját is, akkor is Klári volt az édesanyám. Tehát így kezdődött az én életem három éve, hogy mind a három évben volt egy-egy szerepem, amikor mindig Klári volt az édesanyám. A legnagyobb dicséretet azt hiszem tőle kaptam, akkor, amikor a Sosem Lehet Tudni beugrásom után kijöttünk, már a Vasfüggönyre mentünk rengeteg taps után, három próbán volt összesen a főszerepre, és kijöttünk, és odajött hozzám, és azt mondta, hát kislány, ne mondd már, hogy te ezt nem játszottad vidéken százszor. Köszönöm szépen! Legyen túl egyszerű. A Tolnai Klári Emlékházban az Egyesület Elnöksége kinyilvánítja, hogy az arra méltó Dunai Tamás részére a Színház és Filmművészet Szolgálatában nyújtott magas színvonalú és odaadó munkásságáért a Tolnai Klári díjat adományozza. Dunai Tancsival is sokat játszottam. Egy olyan darabban játszottunk, amiben én voltam az anyja. És akkor a Puskás Tamás, aki rendezte a darabot, állandóan azt mondta, hogy ne anya vagy, öreg vagy, nem érted? Öreg vagy, lassan, ne futkos. Mikor harmadszor, negyedszer elmondta, ő csak nézett a jámboron. Előre mentem a színpad elejére, mentem és azt mondtam, na most jól figyelj ide, Puskás Tamás. Én 80 éves koromban is úgy fogok futkosni a színpadon, vagy nem leszek a deszkán. Mert ilyen a temperamentum. És most 81 vagyok. A következő darabban a felesége voltam. Ez egy ilyen műfaj. És akkor meg azt mondtam, öregedj le egy kicsit, az Isten áldja meg, rodjanj meg. Akkor is volt egy galandunk, de az már én voltam, hogy valahogy úgy alakult a díszlet, hogy olyan szegényes volt a szobánk, emlékszel? Hogy a tervezőnő viszont nagyon szép ruhát csinált, nekem is egy ilyen nagy kalapot. Kerényi Imre, aki bejött ellenőrizni, Huszti rendezte a darabot, Kerényi megnézte, hogy mi a helyzet, és amikor én beviharzottam ezzel a nagy kalapommal, mindjárt felszólt, hogy Erzsiről a kalapot levesszük. Mire én ugyancsak előre mentem, és azt mondtam, mi ide hallgasson. Nem elég, hogy a szegény házban lakunk. Még ezt a kalapot is le akarja venni, hát nem veszem le a kalapot. Annyira megköntel. Úgy nézett rám, és azt mondta, hogy maradjon a kalapot. Nagyon köszönöm. Hát feleségemnek is anyámmal kérdezem. Dunai Tamás! Jó.
oda szól. Két mondatot csak itt a kollégáknak ebéd közben már meséltem. Én egyetlen egyszer játszottam Kerényi Imre rendezésében, a Tolnai Klárival, Szentendrén, Szabadtéren, Csipkedi doktor, nem is adtunk végszót egymásnak, de emlékszem, hogy a Klárika ott volt, mint az egész társulat anyja. Nagyon-nagyon tiszteltem és nagyon szerettem őt, és mai napig büszke vagyok, hogy egyáltalán egy lapon van a nevem a Tolnai Klárival. De a fiam nem volt ilyen szemérmes. A vöröshajú szeplős Misi fiam, aki a Bence Icát az óvodába következetesen Halász Jutkának hívta. Erre együtt próbált, úgy hozta a sors, hogy gyerekszereplőket kerestek az Aranytó című színűhöz, ahol Hauman Máté és az én fiam váltva játszották Tolnai Klári és Mensáros László gyerekét. És a fiam olyan pofátlan volt, a mai napig becsülöm ezért, hogy lehet valaki ilyen klasszul pofátlan. Azt mondta, hogy valamit próbáltak, és azt mondja, Klárika, várjál, most én próbálok. Ezt én nem mertem volna megtenni, ő megtette. Gratulálok neki. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A Tolnai Klári Emlékházban az Egyesület elnöksége kinyilvánítja, hogy az arra méltó Béres Ilona részére a Színház és Filmművészet Szolgálatában nyújtott magas színvonalú és odaadott munkásságáért a Tolnai Klári díjat adományozza a művésznő. Megvárja, amíg elmondom, hogy sajnos ezzel a csodás színésznővel soha nem volt alkalmam játszani, de láttam filmen, színházban mentem az előadásaira, és amíg volt magyar rádió, élvezhettem a gyönyörű hangját is. Nagyon-nagyon szerettem, szeretem a mai napig is. Egyszer azonban egy pár évvel ezelőtt vendégségben voltunk hivatalosak a parlamentben egy koktélpartira. Ő a férjével érkezett, én meg hát szokás szerint egyedül témferettem ott a bejáratnál, rögtön rám néztek, és hát látták, hogy milyen ügyefogyott vagyok, mindjárt oda hívtak és közrefogtak. Mégis jobban érzi magát az ember, hogyha nem lógott egyedül. Beszélgettünk, nevetgéltünk, majd egyszer csak a Kerényinek akartam valamit mondani, és mondom, mindjárt jövök. Elmentem, beszéltem a Kerényivel, visszajöttem, Ilona ott áll a férjével, és azt mondja nekem, látod azt az asszonyt? Oda nézek, egy korombeli nő. Na hát, amikor te elmentél, ez idejött, a két karjával engem átölelt, és azt mondta, drága művésznő, én olyan boldog vagyok, hogy végre személyesen is láthatom a pécsi illetékot. De én azt mondtam neki, én ugyan a Béres Ilona vagyok, de én is nagyon ügyes. Köszönöm szépen, hát a Gerlikről sokat mesél Klárika, meg írt is tulajdonképpen róluk, de én még középiskolás voltam, amikor először láthattam ezt a fantasztikus színésznőt Shakespeare Rómeó és Júliájában, amikor beröppent a színpadra, utólag tudtam meg, hogy elmúlt 40 éves, de 16 éves volt, és mondta, hogy itt vagyok, anyám. Na most tulajdonképpen itt a kollégák olyan korban vannak, akik megkapták ezt a gyönyörű díjat, hogy csak mint anyáról tudunk beszélni Klárikáról, hát én is. Az életem első rádiójában a Szakonyi Károly által megírt fél dokumentum játékban, ő volt az édesanyám, és én mint növendékot reszkedtem mellette. Csodálatos ember volt, mert partnerként kezelt, és nem volt arról szó, hogy egy kezdő botladozik ott mellette. Aztán még egyszer volt az édesanyám Shakespeare téli regélyében, és utána nagyon-nagyon sokáig mi nem találkoztunk. Én sokat láttam őt színházban, és aztán az utolsó szerepe a nagymama volt a Nemzeti Színházban, ahol ott lehettem, mint Langó Szerafin mellette, és csodálatos volt és gyönyörű. És Klárikáról azt szeretném elmondani, hogy ő egy nagyon zárkózott ember volt, sokan rajongtak érte, de ő nagyon kevés embert engedett közel magához. Igazából nem is tudom, hogy egy kezemen meg tudnám számolni. De valahogy
nyitott felém egy kicsit, és miután eléggé komolyan irodalomrajongó vagyok én is, én láttam előtt könyvekkel. Tehát mindig vittem neki olvasnivalót, mert ez mindig igényelte. És egy szomorú és mégis szép emlék, az én két kötetemmel, a Vas István Miért vijog a saskesejű című könyvével aludt el Klárika. Felkérem Balla Mihály országgyűlési képviselőt, miniszteri biztost, hogy köszöntse a díjazottakat. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Ráadásul egy olyan helyen, amit mi én általában szoktam mondani, hogy itt vagyunk a Trikkok kertjében. Akárhányszor eljövünk, és hogyha az ember körül sétálja a házat, akkor mindig talál valami újdonságot, valami kis apró kis becses tárgyat, vagy egy kis kincset. És nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én majd mondhatok egy köszöntőt, és talán méltatlan is vagyok rá. Ráadásul most itt annyi minden szép dolog elhangzott, hogy mielőtt elkezdtem, idejöttem, hogy összeszedtem a gondolataimat, hogy körülbelül mit kéne mondani, hát bevallom őszintén, teljesen elfelejtettem mindent. Úgyhogy legfőképpen az öröm és az az indítatás, hogy itt lehettek, azért is fontos számomra, mert ez a Nógrád megyének ez a része, hogyha egy 10-15 kilométeres kört rajzolnánk, akkor beleütköznénk, bár ahogy jövünk, megyünk Madárcsba, Mikszátba, a házukba, az emlékhelyeikbe, egyáltalán abban a mi időben, amit mi itt ezen a vidéken nagyon fontosnak tartunk, mint irodalmi alkotásokat, ellens, hogy a Mohoráról származott Mikszátnak a felesége, Magus Ilona, és teljesül ezt az emléket is nagyon szépen ápolják. És azzal, hogy ez az emlékház, ezzel a sok csodával, ezzel a sok apró olyan pillanattal, amit talán, ha 10-szer végig mennénk rajta, akkor sem tudnánk, vagy egy kicsit úgy érzem magam kicsiben, mint amikor nem tudom, hogy járta valaki már az Ermitásba és járja körbe a termeket, és rádöbben, hogy egy élet nem lenne elég ahhoz, hogy azt átnézze. Egyáltalán csak felfogja, hogy miket lát a falakon. És amikor ide jövünk, akkor itt megállunk, megnézzünk egy képet, és akkor megint látunk valami újat. Mert mindig történik valami kis apró kis dolog. És igazából ennek az emlékháznak van egy nagyon-nagyon fontos szerepe. Azon túl, hogy a művészeteket pártolják, azon túl, hogy a színészetet, a filmművészetet, egyáltalán Tolnai Klári hagyatékának vagy emlékkertéknek a gondozását végzik. Emellett van egy nagyon fontos szerepe, hogy idehoz olyan embereket erre a 11-néhány négyzetkilométeres helyre, ahol néhány kilométerre Madácsházat láthatjuk, Horpácson a Mikszáth kúriát, vagy bent a Balassagyarmaton, a Városközpontban mindenféle emlék hozzájuk köt a kultúrában, és idehoznak olyan személyiségeket a mai magyar színjátszásból, akik számomra gyerekként, itt egy apró titkot hagy mondjak el, például Béres Ilonának a hangját, és már volt egy értelmesebb időszakom, valahogy kamaszkoromban, amikor már Csehovot is úgy kezdtem érezgetni, meg úgy érdekelni a dolog. Valahogy Csehov műveknél egyszer gyerekként hallottam a tévében, vagy nem tudom, rádióban egy Csehov darabból egy részletet, és pont Béres Ilona mondta ezt. Csehov cseresznyés kertranyasztály. Így van, és valahol nekem ezek a hang, az élmény, az akkori élmény, az nekem olyan nagyon csehói volt. Tehát én ezt köszönhetem művésznőnek, és igazából akik most itt vannak és támogatják az alapítványt és segítik az alapítványt, ők abban tudnak nagyon-nagyon sokat segíteni, hogy igenis minél több ilyen neves személyiséget tudjunk idehozni, megmutatni, hogy itt van egy kis ékszerdoboz, egy kincsestár, egy titkok kertje, és ez egy kis faluban, itt Nógrád megye, Palócföld szívében, és én azt gondolom, hogy akik mai díjat kaptak, és ha fel kéne sorolnunk, hogy mennyi mindenben játszottak, mert szerintem akkor nem érhetnénk a végére, és annyi színházi darabban, filmben láthattuk őket, hogy én azt gondolom, hogy nekünk ez egy óriási élmény itt
Nógrád megyében, és amikor tényleg a Törőcsik Lári volt itt, és ő is ott élvezte, hogy itt van, hogy Bence Beáig, vagy legutóbb a csillagok, egri csillagoknak a, majdnem csillagok hárulját mondtam, bocsánatot kérek, egri csillagoknak a forgatás kezdetének a 60. évfordulójára gyűltünk össze, és ezek olyan élmények, amit én azt gondolom, hogy aki innen, hogy valaki innen elmegy, akkor én azt gondolom, hogy a szívében egy nagyon színes mozaik kerül be, és hogyha ezek a mozaikok egymásra rakódnak, akkor valahol meglátják, hogy megérzik ennek a helynek az igazi szépségét, és megérzik azt a szépséget, amit az itt lévő emberek adnak. Ez elsősorban a lelki szépség. Hát én ezt a, ha a pálya műveket kéne méltatni, én méltatlan vagyok arra, hogy ilyeneket méltassak. Inkább azt szeretném megköszönni művésznőknek, művésznőnek, művész úrnak, hogy nekünk adtak annyi élményt, annyi jót a színpadról, és mi voltunk sokan, akik ebben befogadók voltunk, hogy köszönjük szépen ezt, hogy ezt megtették nekünk, és szívből tényleg nagyon nagy szeretettel gratulálok mindenkinek a megkapott mai díjához. Köszönöm szépen! Képviselő úr, miniszteri biztos úr, köszönjük szépen megtisztelő szavakat. Engem senki nem kért arra, amit most tenni fogok, de mégis megteszem. Én is elmondanám azt, hogy mi a kapcsolatom a díjazottakhoz. Bédes Ilonával mi nem volt alkalmam együtt játszani soha, de a tiszteletem örök és egészen régi. Viszont nincs olyan kortársam, pályatársam, akitől ne hallottam volna, hogy Bédes tanárnő mikor, mit, hogyan mondott a stúdióban, amit naponta idéznek az én barátaim és pályatársaim. Tehát nekem kicsit olyan, mintha a tanítványa lehettem volna így másodkézből, és ezért nagyon hálás vagyok. Dunai Tamás volt az a bátor ember, aki amikor én Földesi Margithoz jártam, az ő kreativitás fejlesztő stúdiójának voltam növendéke. Ő volt az a bátor ember, aki elvállalta azt egyedüliként a nagy sztárok közül, hogy eljön és gyerekekkel együtt játszik, együtt improvizál, és mi egy színpadra léphetünk egy igazi színésszel. És soha nem fogom elfelejteni azokat a jeleneteket, amiben apánkat játszotta, amiben rendőrfelügyelő volt, és mindenfélét megcsináltál ott, és gyakorlatilag a pályára kísértél minket, így szó szerint is kézen fogva. Hát arról nem beszél, hogy családodat mennyire szeretem és tisztelem. Bence Ilonával sem volt sokáig alkalmunk együtt játszani, viszont óriási nagy dolog, hogy hát ilyen kitűnő anyósom nekem még nem volt tulajdonképpen, hiszen mostanában egy nagyon szép szériában, a Billy Elliot című musicalben, az Erkel Színházban gyakorta lépünk egy színpadra, és amit talán te nem is tudsz, van egy dal az első felvonásban, amit csodálatosan ad elő a művésznő, akkor mindig 50-60 balettáncos, kisgyerek, statiszta és az összes kollégáink, a színészek összegyűlünk a takarásban, hogy mindig meghallgassuk és megnézzük azt, hogy ezt te hogyan csinálod, mert minden este lenyűgöző. Pásztor Erzsi pedig édesanyám volt először a színházban, Karinti Színházban annak idején, és aztán nagyon régóta követhetjük egymás pályáját, meg életét is, többé-kevésbé aktívan, mikor milyen időszak volt. Hát az pedig, hogy azzal is büszkélkedhetem, hogy én voltam már igazgatója Pásztor Erzsinek, ez külön megtisztelő, ami viszont igazán reményteli, hogy remélem, hogy még leszek is. Most pedig eljött az a pont, amikor kis kamarakoncertünk következik, és Vörösvári Ibolyát köszönhetjük a színpadon. Thank you.
Péter Balassagyarmati Mester cukrászt, a Tolnai Klári bombon megalkotóját, hogy Tolnai Klári bombonnal köszöntse a díjazottakat, és mondja el köszöntőjét. Szimbolikus dolog, amit hoztam, hiszen mi kézművesek vagyunk, akik ezeket megalkottuk. Önök a szavaikkal, orgánumukkal, a lelkük belső sugárzásából teszik a mi mindennapjainkat szebbé, boldogabbá. Tulajdonképpen én is hoztam egy pár dolgot, édességet is, meg magát a bombon. Szigeti Gábor Balassagyarmat nagyon kedvelt művésze, készített egy gyarmatról filmet is, kettőt is talán, és az ő segítségét kértem arra, hogy ugyanhogy a Liszt Ferenc tortánál, akkor egy zongoratortát csináltunk, hogy mégis segítsen irodalom történeti berkekből, hogy mik volt a kedvenc ízek. Úgyhogy a jelenlegi kis dobozban lévő ízek, az egyik tulajdonképpen a sárga baraszt, mert azt mondjuk, hogy itt azt nem. Aztán volt egy rumos megy, hát sokszor megettem nyújtom át a kis bombonokat, és mivel az nagyon snasz volna, hogy egy kis dobozt adok át, egy kis makaront is tettünk mellé, meg egy ilyen kis dobozt, egy kis tortácskát is. Felkérem Nádasi Andrást, a Villa Tolmai Borház képviselőjét, a Villa Tolmai Borház zászlós boraival köszönöm a díjazottakat, és mondjon néhány szót. Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és a kitüntetett művészeket. Néhány gondolat, hogy egy borászat mit keres egy ilyen díjátadón, a Tolnai nevet viseljük, és hogy lehet ez, hogy történhetett ez. Hát úgy, hogy Tolnai Klári első férje, a Rátonyi Ágos úr, volt a Csobánchegyen egy gyönyörű szép szőlőbirtoka, egy házzal és körülötte lévő szőlőterülettel, és a művésznő II. Világháború idején sok időt töltött ebben a villában. És azóta a falubeliek ezt Tolnai villának hívják, ezt az épületet, nem Rátonyi villának, mert ugye a színésznő hírnévbe felülmúlt a férjét, és azóta is ez rajta maradt ezen a házon. És a modernkori története a pincészetnek ott kezdődött, hogy 2004-ben egy svájci gurmé és úriember Philipp Ozer beletbe megvásárolta a villával együtt, és akkor megtudta, hogy ennek igen bizony története van ennek az épületnek, fel sem merült benne, hogy magáról nevezze el ezt az új borászatot, hanem Tolnai Kláriról nevezte el Villa Tolnainak. És egy kis idézettel készültem, Tolnai Klári nyilatkozta ezekben az időkben, amikor ő Csobánchegyen lakott ebben az épületben. Most például előre sajnálom, hogy vége szakad a csobánci szép napoknak. A nyugalmat sajnálom, mert különben elemem a hivatásom. A nyugalmat, a szelíd tájat, a szép és csendes sétákat. Végre családi életet élhettem. És nem szerepeket tanultam, hanem kedvemre olvasgathattam. Csobánci magányomban szeretettel és kedvel varrogatok. No meg játszom Zsuzsámmal, aki januárban már 5 éves lesz. Nagy élmény a gyerek.
Csak majd elhűltem legutóbb, amikor frissen szerzett pajtársaival légó pincéset kezdett játszani. Bizony, a balatoni táj langyos csillogásába is belevegyül imitamot egy kis szürke szín. És kísért a szorongó érzés. Mi lesz a gyermekemmel? Viszont meg is vigasztal az élet másik arca, a mosolygós, bíztató arc, bízunk Istenben. Így beszélt Tornai Klári, és újra útra kelt a Csobánc felé. Nagyon szépen köszönjük, és átadva a pincészet tulajdonosának, Filip Ozelnek és birtokigazgatójának, Nagy Lászlónak a gratulációját, egy személyre szabott borral szeretnénk kedveskedni a kitüntetetteknek. Elsőként egy igazán kerek, gyümölcsös, imádnivaló és pozitív életigenlő borral, egy Chardonnay-val, ami tapasztalatunk szerint 10 emberből 10-nek nagyon-nagyon tetszik, és ezzel szeretnénk megajándékozni a saját hivatását mindig örömmel, szívvel, lélekkel végző Bence Ilonát, egy örömszínésznőt, egy örömborral. Fogyassz másik díjazott az új emberünk ott középen. Úgy olvastam interjúból, hogy nagyon szeret utazni szenvedélyesen, új helyeket felfedezni. Ezzel mi is így vagyunk a pincészetnél. A pince a főborászunk is különböző borvidékekre jár ihletet szerezni. És ez a borunk, amivel Dunai Tamás művész urat szeretnénk megajándékozni, egy amforában készített bor. Amúgy ugye a borkészítésnek az ősi hagyományaihoz nyúl vissza. Érdekes módon ezt nem Grúziában találtuk meg az ihletet, hanem egy osztrák borász kollégánál, és amforában készítettük el egy Sauvignon Blanc borunkat elsőként. Egy igazi különlegesség. Fogyassza a művész úr egészségét. Semmi baj. Béres Ilona művésznő. Engem nagyon megfogott két idézet, amit a művésznőtől olvastam. Az egyik, hogy a tekintét csak munkával lehet kiérdemelni. Ez minden hivatásra igaz. Úgy az önökére, mint akár egy cukrászmesterségére, vagy akár egy borászatéra, és nagyon-nagyon megszívelendő. És a másik pedig, amit Súlyok Máriától idézett ön, aki azt mondta annak idején, hogy egy színésznő életében öt olyan szerep van, ami a szívének igazán kedves, az már roppant boldog pálya. Én pedig lassan 10-nél tartok. Nem tudom, hogy sikerült átlépni a 11, akkor gratulálok. És ebből az alkalomból egy igazi különlegességgel szeretnénk a művésznőt megajándékozni. Van egy panoráma nevezetű borválogatásunk, amit csak a legkiválóbb években készítünk el, és ezt a borászat életére is igaz, hogyha van 10 olyan szület, ami igazán jó, sikerül, és igazán nagy borok születhetnek, akkor az már egy fantasztikusan jó pálya egy borászatnak, vagy egy borász életében. És a fennállásunk 11 éve alatt, ez volt a második év mindössze, amikor ezt a panorámabolt el tudtuk készíteni 2015-ben, Badacsonyhegy legtetejéről született Rajnai Rizlin, fogadja egészséget, vagy fogyassza egészséget. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönjük azt, hogy elfogadták meghívásunkat, és hogy itt vannak, itt lehetünk önökkel mi együtt. Tulajdonképpen a mai ceremónia hivatalos része ezennel véget ért. Nagy tisztelettel gratulálok a díjazottaknak, nagyon szépen köszönjük minden felajánlónak a díjakat, illetve az ajándékokat. Köszönjük szépen Balla Istvánnak a kezdetektől való önzetlen munkáját, köszönöm szépen Pásztor Erzsi művésznőnek, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ilyen csodálatosan celebráltad ezt a mai rendezvényt. Köszönjük szépen képviselő úrnak, miniszter biztos úrnak a szép szavakat és a támogatást, és még egy kellemes kötelezettségem van, mégpedig az, hogy minden kedves támogatónkat felsoroljak. Az alapítvány, a Közjóért Alapítvány, Juhász Judit elnökasszony, az Arany 10 Kultúrház, Balog Erika ügyvezető, köszönjük szépen, az Orchidea cukrászat, Jagyut Péter mestercukrász, a Törlei pincészet,
a Villatolnai Kórház, a Katica Pékség Balatonkerese, a Balla Bence Films, a Central Drinks, Móra Község Önkormányzata, Gulyás Géza polgármester úr, Mille Ibolya kerámikus művész, Kunkli Ferenc Debrecenből, Gál Tibor, Gálné Nagy Györgyi Móráról, Nagy Balázs és Nagy Lakatos Lenke Móráról, Kis Imréné, Egri Kató, Szabó István, Hosszú Pályiból, végül és nem utolsó sorban Vörösvári Ibolyának és családjának. Köszönjük szépen a támogatást, a segítséget, hogy a műsorájának viszontlátásra.